még mindig a predestinációhoz kapcsolódó fogalmak tisztázásánál tartunk, ahogy az elmúlt alkalommal az elhívás, a megigazítás és a megdicsőítés három bibliai fogalmát tisztáztuk, hogy tehát Isten mindenkit hív szent hívással, de hogy sokan vannak a meghívottak Kevesen a választottak, sajnos nem mindenki tart ki a hívás mellett és komolyan vétele mellett. Aki kitart az eljut a megigazításig, hogy őszintén bevallja a bűneit és más életet akar kezdeni, most már nem önmagában akar élni, hanem Jézus Krisztussal együtt, és elfogadja Jézus Krisztus szövetséges jobbját. De aki elfogadja ezt, és valóban Isten egy megelőlegezett bizalommal tulajdonítja neki Jézus igazságait, hogy aztán, ha azokban jár, akkor részesévé is legyen a Jézus-Krisztus jellem tulajdonságainak. De már a királyi mennyegző példázatában látjuk azt, hogy volt ott egy olyan ember, aki le akart ülni a királyi mennyegzői asztalhoz úgy, hogy nem volt rajta tiszta ruha. Ő elgondolta önmagában, önmaga felfogása, önmaga félig-meddig önzőnek hagyott felfogása szerint azt, hogy ő hogyan fog üdvözölni, és megkérdezi tőle a király, hogy barátom, ezt hogy gondoltad? És akkor az az ember nem tud mit felelni. Mert Isten mindenkinek felajánlja a megigazítás után. Tudnék azt, hogy ő ne csak tulajdonítsa nekünk Krisztus igazságát, hanem részesítsen is Krisztus igaz jellem tulajdonságaiban. De aki ezt nem fogadja el, aki piszkos ruhában, tehát csak fele részben kész jellemmel akar elérni a mennyek országába. Néhány bűnt magával akar vinni, mert azok nagyon kedves és dédelgetett bűnei, így nem léphet be senki se az Isten országába. A megdicsőítés az, hogy mi Jézus Krisztushoz teljesen hasonlóvá akarjunk lenni. Hogyan is mondja a megdicsőítésről a szavakat Pálapostól, a második korintusi levél harmadik fejezetében, a 18. versben, mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, amint az Úrnak lelkétől. Az Úrnak lelkével, a Szentélekkel kell nagyon szoros kapcsolatot tartani. Ez ad magyarázatot, hogy az öt balga szűzés miért maradt ki a mennyegzői vacsoráról. Tehát nem csak az a királyi mennyegző példázatában említett férfi, hanem a tíz szűz példázatában említett öt balga is, azért, mert nem volt tartalék olajuk, nem voltak ö, igazi tapasztalataik a szentélekkel, mert aki a szentélekkel igazi tapasztalatokat gyűjt az életében, csak az erősíti meg a végső váltság napjaira az emberiség drámai fináléjának erőpróbáira, csak az erősödik meg, aki megtanul a szentélekkel együtt fedetlen arccal Istenre, Jézus Krisztusra nézni, és így dicsőségről dicsőségre elváltozni, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Most azonban a mai második alkalommal, amit a predestinációs tanításhoz fűzünk, mint kiegészítést, a másik csoporttal foglalkozunk, tehát azokkal, akiknél Isten előre azt látta, hogy sajnos nem az igazságot fogják szeretni, hanem a hazugságot de rájuk nézve is tervet, megmentő tervet készített. De hogyha azok megmaradnak a saját elhatározásaikban, vagy mint az előbb említett csoport tagjai elindulnak az igazság útján, de nem jutnak annak végéig. Tehát egy lehetőség van az üdvösségre, Krisztussal együtt végigmenni, két lehetőség van az elveszésre, mert az is elvész, aki megtér, megváltozik, de a megszentelődés útján nem halad előre, és az is elvész, aki kitart a maga igazsága mellett, és nem, nem fogadja el Isten fölajánlott kegyelmét, sem a hitet, sem a, a Krisztus igazságát. Tehát két út van az elveszésre a mi világunkban. De Pálapostól kimondja a már előbb említett második korintusi levél utolsó fejezetében, hogy semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csakis az igazságért. Tehát, ha valaki nem megy végig az úton, vagy ha valaki eleve nem is lép rá az üdösséghez vezető útra, az sem tudja keresztezni az Isten szándékait, sem mások életében, sem a közösségek vagy az emberiség életében sem. És ennek a bibliai tanításnak a kulcs kifejezése az átfordítás vagy elforgatás. Ez nagyon nagy bibliai fogalom, érdemes vele megismerkednünk, annál is inkább, mert nem mondható az, hogy széltében, hosszában ismerik. A Mózes első könyvében, tehát mindjárt a Bibliánk legelső könyvében, annak is az utolsó fejezetében, az 50. fejezet 20. versében előfordul már ez a kifejezés. Talán emlékszünk a pillanatra, Jákob meghal, ott maradnak a gyermekei, a 12 fiúgyermek, és úgy gondolja a 11 fiúgyermek, hogy talán József meggondolta magát, és megvárva az apja halálát, majd most bosszút áll azért, hogy egykor 17 évesen eladták a médiánitáknak és ismeritáknak. De József nem gondolta meg magát, József megbocsátott a testvéreinek. Józsefben semmiféle bosszúvágy nem volt, semmiféle visszavágás nem volt de amikor a testvérek jönnek így remegve a Jákob temetése utáni időkben Józsefhez, hogy, hogy újra kegyelmet kérjenek tőle, akkor József a következőt mondja Mózes első könyve 50. fejezet 20. verse szerint, ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Ez az átfordítás, vagy elforgatás első jelentkezése a Bibliában, nyilván a Szentélek csodálatos munkája, hogy Józsefet rávezette ennek a belátására, tehát Isten és ember együttműködéseként állnak elő ezek a csodálatos fogalmak, úgy, hogy az ember kezdett nevet adni az állatoknak a teremtés hajnalán, de az ember kezd az emberi élet nagyon bonyolult viszonyrendszerében előforduló dolgoknak is fogalmi, pontos fogalmi meghatározást adni, és ez az elforgatás, vagy átfordítás fogalma, a Szentélek és József közös fogalma, amit ettől a pillanattól fogva nekünk is meg kell tanulnunk a Bibliából, mert aztán Zsoltárok könyve, Sámuel könyve, apostolok cselekedetei, tehát az egész Biblia használni fogja ezt a fogalmat, főleg Zsoltárok könyvében, hiszen ott találkozunk olyan imádságokkal, amelyeknek szerzői maguk is belejutottak ilyen Emberi helyzetekbe. Hogy olvassuk? Sámuel első könyve 24. fejezetében, Dávidnak a szintén hasonló, mint a József a testvéreinek a Saulhoz intézett szavaiban, az Úr tegyen ítéletet közöttem és közötted. Szolgáltasson igazságot az Úr érettem rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. Amint a régi példabeszéd mondja, a gonoszoktól származik a gonoszság, de az én kezem nem lesz ellened. Legyen azért az Úr az ítélőbíró, és tegyen ítéletet közöttem és közötted, lássa meg, ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem a te kezedből. Ezt olvassuk, tehát Sámuel első könyve, 24. fejezet, 13. 16. versei között Dávid két nevezetes cselekedete közül ez az első, amikor megölhette volna Sault, az őt üldöző királyt, mégsem tette ezt. Ő azt mondta, hogy ha az úr ezt engedi az életemben, akkor ezt nekem el kell viselnem. Ki tudja, hogy ez kinek lesz majd áldására. Igaz, amikor ezeket a szavakat mondja Saulnak, Saul rögtön megenyhül, könnyekre fokad, már-már úgy tűnik, hogy megváltozik, de sajnos nem változik meg, és jöhetnek újabb és újabb csodálatos bizonságok Dávid részéről, hogy én nem gyűlöllek téged. Te gyűlölsz engem, de én nem gyűlöllek téged. De el kell, hogy szenvedjem ezt, mert a, a, az igaz ember, a hívő ember, a soha nem bág vissza, hanem inkább tűr. A hamleti kérdés, hogy akkor nem es be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgés nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen és fegyvert ragadva véget vet neki, a hívő lélek mindig az elsőre szavaz. És ez nem, nem gyávaság, nem bárgyúság, vagy nem tudom én micsoda, hanem a hívő ember tudja azt, hogy hogy az Isten kezében vannak a dolgok, és Isten sokszor gonosz embereket úgy tud visszafordítani a gonosz útjukról, hogyha egy hívő ember a végtelenségig tűr, mint hogy Ábel tűrt az élete árán is, hogy Kain agyon üthette, mint hogy, hogy Jákob is hatalmas türelemmel volt a, nála sokkal keményebb, durvább Ézsauval szemben. Szóval ez az életnek egy nagyon nagy törvényszerűsége, mert hogyan is olvassuk az egyik Zsoltárban, a 33. Zsoltárban olvasom, az Úr elforgatja, megint ez az átfordítás, elforgatás. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, és meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Tehát Isten hagyja a dolgokat, így szoktuk mondani a 23. óra 59. percig. Már minden jel arra mutat, hogy itt egy igaz ember számára minden veszve van, vagy egy igaz közösség számára minden veszve van én is voltam a régi rendszerben, a 70-es és 80-as években egy ilyen igaz és államtól üldözött közösségnek a tagja, és hányszor borultunk le ott a Zugligeti imaházban, és ott Bózsván Zemplén megyében is a nyári bibliatáborok során, hányszor jött el a 23. óra 59. perce, amikor úgy láttuk, hogy be kell zárni a gyülekezetet, mert már elkezdik bontani, be kell zárni a tábort, mert már nyakunkon a rendőrség, meg a párt, meg nem tudom én micsoda, de amikor leborultunk reggel, este mindig hálával emlékezhettünk arra, hogy ezt a napot is meg tudtuk tartani. Az idősek turnusait soha nem bírságolták meg, úgy látszik az idős embereknek már mindegy gondolja a mindenkori hatalom, de a fiatalok táborát, azt mindig akkori időkben olyan 10-20 ezer bírságokkal zártuk, ami hát mai időben már milliós bírságoknak mondhatók, mert hiszen akkor egy, nekem akkor 2000 forint volt a havi bérem, 10 forint az majdnem fél éves munkabér, hát most azért mondom, hogy egy fél éves munkabér az most már millióra tehető, tehát mindig este vissza tudtunk tekinteni arra, hogy a 23. óra 59. percében mégsem engedte Isten, hogy végrehajtsák azt, amire készültek. És meg tudtuk tartani a kéthetes táborokat, kifizettük a büntetést, mindegyiket Isten kegyelméből, és máig szóló tapasztalat tett ez az életemben, csak így úgy, mint Győrben, amikor be akarták tiltani a Biblia körömet, amikor eljöttek egy fiatal tanárnőhöz, megfenyegették, az elis is utasított, már a második, harmadik alkalmat nem az ő lakásában tartottuk. Aztán egy nyugdí a házaspárnál kötöttünk ki, őket is megfenyegették. 1986-ot írtunk egész pontosan, és amikor mentem őket vigasztalni délben és azt mondtam nekik, hogy este hagyjuk nyitva az ajtót, hagyj a, a, nyomozók és a titkos rendőrök, jöjjenek be és lássák meg, hogy mi nem politizálunk, ez egy, nem egy politikai összeesküvés, ez egy biblia kör, ahol Isten igéjét meg akarjuk tartani. Szegény idős emberek ma már nincsenek az élők sorában, szegény nyugdíjas emberek, akik szinte remektek a megfélemlítéstől, csak ezt tudtam nekik mondani, hogy az Istenre mindig számítatunk. Ő elforgatja, ő átfordítja, a rosszra, a jóra fogja fordítani. Úgy, ahogy Mózes is kérlelte a zsidó népet, hogy majd az Úr hadakozik érettetek, ti vesztek maradjatok, most nincs mit tenni, illetve van mit tenni, a legnagyobb imádkozzunk. És megálltunk a konyhaasztalnál, meghajtottuk a fejünket, és azért imádkoztunk, hogy legyen békességünk, este legyen bátorságunk, igen, nyitva hagytuk az ajtót, nem jöttek a titkos rendőrök, igaz, hogy néhány résztvevő elmaradt az ottani város kispapjait is, figyelmeztették, hogy ide nem tanácsos járni, bibliaismeretet tanulni, ezek a történetek, ezek elvehetetlenek, az életemnek olyan bizonságai, amelyek felérnek az én kis életemben azzal a hatalmas csodával, amit egy nép átélt a Vöröstengeri átkerés során, az Úr hadakozik érettetek, ti csak vesztek, maradjatok, mert az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát. Vagy hogy mondja a 146. Zsoltár 9. verse? Megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja. Ebben biztosak lehetünk. Csak álhatatosság, csak kitartás, csak békességes tűrés, még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljő nem késik, mondja Habakuk próféta, mondja Pál a zsidókhoz írt levélben, és tanácsolja nekünk az egész Biblia, hogy minden tekintetünket ne Párizsra, ne Brüsszelre, ne Moszkvára, ne Washingtonra függesszük minden tekintetünket, ami mennyei szent helyen értünk küzdő Jézus Krisztusra függesszük és ami eljövendő, eljö, és nem késik. Ugyanígy mondja a második zsoltár kezdete is, hogy miért dühösködnek a népek, miért gondolnak hiába valóságot a nemzetek, és a nemzetek sok mindent megtehetnek. Nemzet támad, nemzet ellen, ország, ország ellen, jelen pillanatban is 50 háború dúl a földünkön, de békeidőkben is 30 háború, és a minden statisztikákban mérő 20.-21. század kimutatta, hogy a II. világháború óta összesen tán 16 nap békeidő volt, több mint 6000 háború tört ki a földünkön, de Isten mindig elforgatta a nemzetek tanácsát. Isten mindig a kereső, a hívembrek javára alakította a történeteket, hogy semmi, de semmi ne akadályozza meg őket az üdvözülésben. És befejezésül hadd olvassam Luthernek a kedves Zsoltárát. Luther Márton, aki a reformációnak a legfeszültség teljesebb pillanataiban, napjaiban hónapjaiban napi három órát imádkozott, és a 46. Zsoltár volt egyik kedves imádsága, meg a 118. Zsoltár egyik verse, de most maradjunk a 46. Zsoltárnál, aminek a hatására megírta az Ein Pesteburgis Tunzergot, az Erős Várami Istenünk című hatalmas költeményét. Irodom történetileg is azt mondhatjuk, hogy az európai irodom egyik legnagyobb költeménye, a saját szerző megzenésítésében. Tehát nem csak el lehet mondani, vagy 30 magyar fordítása közül nyilván a legművészibb József Attilának az 1920-as évek végén készült fordítása, erős vár, a mi Istenünk, kemény vasunk és vértünk, ínségben együtt van velünk, megvált és harcol értünk, kél az ősi rossz, bajvető gonosz, cselvat fegyvere, erőszak ő a földön ő az első. Hatalmas kezde, és egy a fortisszimóval a legmagasabb kezdés, és meg is tudja tartani az egész Zsoltárban ezt a hatalmas emelt hangot, mi alapján? a 46. Zsoltár alapján. 46. Zsoltár az éneklőmesternek, a kórák fiainak éneke a halamótra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten az ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten véradatkor nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, inognak, és mi keresztények várjuk, de nem csak várjuk, de szeretnénk készülni is erre, hogy milyen lesz az a pillanat, amikor Isten kiereszti hangját. Előtte megrázza a földet, ahogy olvassuk a zsidókozít levél 12. fejezetében, megrázza a földet, ha kell járványjal, ha kell küzdelmekkel, háborúkkal, inog, binog a föld, de Isten nem csak megrázza a földet, mint a rossz szülő, amikor megragadja a gyerek ruházatát, és megrázza a gyerekét, hogy térj már észre te csintalan gyerek, Ugyanilyen csintalan, ugyanilyen rossz kamasz emberiség soraiban élünk, de mégis csak a felnőtt világot meg fogja keresni Isten a végső nagy evangélium hirdetéssel. És amikor a végső nagy Evangélium hirdetés, Máté Evangélium a 24. fejezet 14. verse szerint be fog teljesedni, akkor mindenki tud majd dönteni jó és rossz között. Akkor majd megszeppen a föld, és akkor majd a tenger kincsözöne és a népek gazdagsága fordul Isten felé, mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csakis az igazságért.